Horváth Zsoltot körülbelül 8 évesen tanította meg a nagyapja sakkozni, amely rögtön magával ragadta. Évről évre fejlődött, 10 évesen már igazolt játékos volt. Az élete részévé vált, minden nap kezébe vette a fekete-fehér figurákat, elszántsága pedig azt eredményezte, hogy 17 éves kora óta sakkmesteri címmel rendelkezik. Ezt a Nemzetközi Sakkszövetség egy eredménytáblázaton keresztül határozza meg. Mondjuk azt, hogy a kezdő sakkozó nulláról indul, és a világ legjobb játékosának per pillanat 2863 az értékszáma. És a kettő között, amely sakkozó először eléri a 2300-as értékszámot, tehát minden egyes, nagyon sok versenyen játszik, jó eredményeket hoz, ugye növeli az értékszámát, és ahogy eléri az említett 2300-as értékszámot, ezt megigényli, akkor a Nemzetközi Sakkszövetség megadja neki ezt a titulust. Zsolt az egyik tavalyi versenyén például egy olyan lépéssel nyert meccset, melyért nemrégiben díjat vehetett át. A sakkmester amellett, hogy folyamatosan megméretteti tudását, az utánpótlás nevelésben is részt vesz. Erről bővebben is szólt egy magazinunkban, melynek további vendége majd Debreceni Anikó lesz, aki a civil életben végellenőrként dolgozó testépítő és 2017-ben településünkön az évnői sportolójává választották. Azóta számos versenyen indult és szép eredményekkel öregbítette városunk hírnevét. Bár a tavaszi felkészülését neki is át kellett szervezni a vírus miatt, pár héttel ezelőtt újra színpadra tudott állni, és komoly célokat tűzött ki maga elé. Először Szegeden volt az első megmérettetés, az egy emlékkupa volt, egy nagyon kedves ismerős testépítőnek az emlékére szólt ez a verseny. Igazából itt egy összevont kategóriában indultam, dobogós helyezésre nem is számítottam, pontosan fel tudtam mérni a lehetőségeket, de a formaidőzítés miatt viszont nagyon fontos volt. Ezt követte a két héttel ezelőtti magyar bajnokság, ami már egy sokkal nívósabb és jelentősebb verseny volt számomra is. Sikerült ezzel kvalifikálnom magamat a VB-re. Adásunkban visszatekintünk a világgyalogló napra, melybe városunk is becsatlakozott, illetve a Mr. Power Sportegyesület egyik edzésébe is bepillantást nyerhetnek, ahol hatalmas súlyokat mozgattak meg az erőemelői fiak. A műsort teljes egészében ma este 18 óra 16 perces kezdettel a híradó után láthatják.